Harihó sárgapolósok, Harihó ellenállók, győzelem vagy halál szól a cím, és én azt gondolom, hogy talán rólam el is hiszik néhányan, hogy ezt komolyan gondolom. Látjuk, hogy van ez a Fidesz diktatúra, ide van írva, tehát ha ide van írva, akkor van. Tehát ez teljesen egyértelmű, nem véletlen írtuk ki, ugye angolul is. És ugye tudjuk most már több mint egy éve, hogy ez egy olyan ország, ahol szólás után nincs szabadság. Hagytátok a kétharmadot, hagytátok azt, hogy most alkotmányt módosítsanak megint. Nem látok százakat és ezeket a házaiknál, a Sándor palotánál, a Kossuth téren, a tegnap előtti ülésen. Tehát igazából hagytátok. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van választás, vagy mindenkinek kell választani valamit, tehát vagy azt választja, hogy taknyán nyálán csúszva, mászva tengeti az életét a Fidesz diktatúrában, vagy azt választja, hogy ellenáll. Tehát ez a két lehetőség van. Ugye az is a taknyán nyálán csúszunk a Fidesz diktatúrába, ha behódolunk nekik, és mondjuk kiszolgáljuk őket labancként, tehát az is erről szól, mert akik most kiszolgálják, tehát akik mondjuk oda jönnek egy véleménynyilvánításnál ellenünk fellépni, a trollok, akik írnak, akik elítélnek minket, azok is csak addig élvezik a Fidesz diktatúra előnyeit, amíg ez a Fidesz diktatúrának jól, amikor nem, akkor őket is el fogja taposni. Tehát azért mondom, hogy mindenki valamelyiket válassza mindenképpen. Én biztos, hogy azt választom, hogy ellenállok és harcolok, és tudom nagyon jó, hogy három lehetőségem van. Vagy győzünk, vagy lesittelnek, vagy kinyírnak. Tehát ez a három van. Ha százak és ezrek választják ezt a cselekvést, akkor mindenkit nem lehet. Tehát nyilván azt már 2013 óta mondjuk, hogy néhány embernek majd lesz sérelme, lesittelik, vagy eljárásai lesznek, vagy adott esetben bele is hal a dologba, de összességében mindenképpen győzünk, hiszen gondoljátok el, ha ide minden nap százak és ezrek jönnének, meg a többi helyre is, hiszen az Alkotmánybíróság is megmondta, hogy lehet itt gyakorlatilag véleményt nyilvánítani, a gyakorlatban mi meg bemutattuk, hogy tényleg lehet, tehát akkor nem lehet mindenkit lesittelni, nem lehet mindenki ellen eljárást indítani, tehát azt döntsd el, hogy győzöl, vagy belehalsz ebbe az egészbe. Én már döntöttem. Hajrá! Így van, én is döntöttem. Mondanék egy kis hasonlatot nektek ezzel kapcsolatosan, gyerekek. A választás előtt úgy nézett ki, hogy léket kapott a kormánynak a hajója, vagy a hatalomnak a hajója, és süllyedni kezdett, és úgy nézett ki, hogy egy páron próbálnak elmenekülni, mint a patkányok elmenekülnek, tudod, ők az elsők általában. De mi következett ezután? A matrózok befotózták a hajót. Befotózták a hajót, a hajó megy tovább, titeket meg szépen bedobáltak a vízbe, és még mentővel is elfelejtettek dobni nektek. Most ott kapálozik az egész ország, és várjátok a sürgalambot. Idő kérdése, hogy mikor fullad be a fél vagy a három negyed ország. Én azt mondom, én megpróbálok úszni, tudok úszni, meg is találom a szigetet, ahova ki fogok úszni, higgyetek el nekem, és gondolom, vannak még egy páran ebbe az országban, akik szintén nem adják föl, és nem fognak belefulladni ebbe a vízbe, de ehhez én azt mondom, nagyon nagy kitartás, nagyon nagy akarat kell, és nagyon nagy eltökéltség, elkötelezettség, hogy ezt a harcot meg tudjuk nyerni. A másik, meg szeretnék arról beszélni, hogy ugye megválasztottátok megint az új hatalmat, és ezekkel a pénzekkel ők úgy bánnak, mintha az övék lenne. Most épp tegnap hallgattam a rádiót, hogy 70 milliárd forintot költöttek ezekkel a választási dolgokra, abból Rogán Tóni 25 milliárdot a hirdető táblákra, meg a reklámokra. Gondoljátok, gyerekek, 25 milliárd dollár az 25 ezer millió forint. Ha csak 10 milliót számoltak egy házra, egy várost, vagy egy kisebb várost, vagy egy falut föl lehet építeni. Ők meg elszórták ezeket a pénzeket, és ugye nem az, hogy megmentik a devizahiteleseket, meg valami megoldást találnak, hanem most még több pénzt akarnak. Kezdődik a fegyverkezések, le akarják bontani a déli pályaudvart, oda akarnak megint egy sport létesítményt. Mindenféle fasságra megy a pénz, és ugye az ország meg sorba pusztul le. Most amikor eljöttünk a hírekbe, hallottam, hogy nagyon sok külföldre kiment magyar ember, mert ugye azért a kvalifikált szakemberek mentek általában, még ha kevesebb pénz is, de hazajönnének, csak hogy ha lenne jogállam, lenne demokratikus irányítás, és lenne egy biztos élettér, ahol meg tudnak élni az emberek. De így még többen el fognak menni, itt maradnak a nyugdíjasok, itt maradnak a hátrányos helyzetűek, és itt marad a Fidesz, hogy ki fogja nekik megtermelni a hasznot meg a pénzt, azt nem tudom, mert az Unióból ugye el fogják zárni ezeket a csapokat, majd meglátjuk, hogy utána mi fog történni az országban. Én ennyit szerettem volna, hajrá. Én is szeretnék mondani valamit, ami nekem az egyszerűség kedvéért lejött. Hát ebben az országban nagyon úgy néz ki, hogy az egyszerű embereket, sőt a népet nem hallgatták, és nem is akarják meghallgatni. Hogyha azon vannak egyesek a vezetőink közül, hogy a véleménynyilvánítást próbálják meg úgy korlátozni,
hogy az alap törvényt módosítják azért, hogy ne hallhassuk, vagy ne hallják a hangunkat, akkor ott tartunk, hogy nem is akarnak semmit tenni, mint hogy eddig sem tettek. Tehát ezt, aki hagyja, az birka. Olyan birka, hogy nagyon birka. Én is megoldom magam dolgát, meg tudom oldani. Bár közben teszem a dolgot, és erre kérem, hogy tegyen azért, és a legfőbb problémánk a végrehajtásokat és kilakadatásokat meg kell állítani. Azok, meg kell oldani ezt. Ezt, ha nem akar meghallani, a vezetőség legyen az bárki. Én, ahogy mondta a Pókar azt, hogy választott, én is választottam gyereket. De egy, nem fogjátok rám bizonyítani, kettő, az teljesen biztos, hogy valakiknek a szívritmusát megzavarom egy kicsit. Röviden ennyi, köszönöm. Jó, én csak annyit szeretnék mondani, mert a férjem mondta, hogy aki nem tud úszni, de én például nem tudok úszni, de meg fogom oldani, és azért nem fogok vízbe fulladni, ahogy szeretnék sokan. És azt tudom mondani, hogy ha már itt vagyok Kövér László házánál, hogyha most már annyira szeretnék az alkotmányt módosítani, tegyem már azt, hogy 2014 novemberétől a kitiltási határozatunkat küldje már el a részünkre, mert azért már 4-5 év eltelt azóta, vagy 4 év, és még mindig nem kaptuk meg. Tehát nem kell mindig kitalálni új dolgokat, hanem tessék már felelősség teljesen csinálni valamit. Ha valakit kitiltok, azt úgy tiltsam ki, hogy határozatot hozok ellene. És nem kell, nem itt kell, hogy most távoltartás, meg zaklatás miatt ilyen fasz eljárásokat kezdeményezni, hanem tessék rendesen tenni a dolgukat, mert ugye azt elfelejtette Orbán Viktor mondani, hogyha megoldották volna ezt a szaros csaláson alapuló problémát, akkor nem kellene itt a házaiknál véleményt nyilvánítani, de ugye sehol nem hallgattak meg. Se a parlamentbe petíciókat elutasították, a gazságügyi minisztériumban senki nem hallgatott meg bennünket, akkor meg most ne csodálkozzanak, ha a házaikhoz megyünk véleményt nyilvánítani. Főleg Kövér László ne csodálkozzon azon, ha itt vagyunk. Oldaná meg ezt a problémát. Kutya kötelessége lenne, mint közjogi méltóság. Ezt üzenem nekik. Igen, helyes. Ez egy parás véleménynyilvánítás volt. Nektek is ezt javasoljuk, százával és ezrével tegyétek minden nap, higgyétek el, az első nehéz csak először megtenni, tedd meg, cselekelj, legyél győztes, állj a bátor közé, hajrá! 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 Hajrá.